A kedden átadott Nyíregyházi Atlétikai Centrumban rója köröket Hellebrandt Máté. Akár szokatlan is lehetne számára a környezet, mivel edzéseit általában a szabadban végzi. A gyalogló az elmúlt hét elején tért haza egy 4 hetes portugáliai edzőtáborból, azóta váltogatja a tréningek helyszínét. A szokásos helyem voltunk, ahova már évek óta járunk Portugáliába. A megszokott helyen voltunk, megszokott edzéseket csináltuk, nagyon jól sikerült. Ilyenkor nekünk nagyon fontos ez a téli időszakban, hogy elmenjünk egy kicsit melegebb éghajlatra edzeni, mivel hogy nekünk az edzések 90%-a kint zajlik, és itthon eléggé kiszámíthatatlan az időjárás. Így viszont minden edzést 100%-osan meg tudtunk csinálni. Heti körülbelül 140-150 kilométert edzettünk. Napi 2 edzés volt, kiegészítve még napi 1 erősítő edzéssel. Szóval elmondhatom, hogy ez a 4 hetes portugáliai felkészülés, ez nagyon jól sikerült, és magabiztosan várom a tavaszi versenyeket. A hétvégén Nyíregyházán rendezik a fedett pályás országos bajnokságot. Pokrovenszki József tanítvány a szombaton 18 óra 30-kor vág neki az 5 kilométeres távnak. Évek óta nem indultam fedett pályán, viszont most, hogy megtudtam, amikor megtudtuk, hogy Nyíregyházán lesz a fedett pályás országos bajnokság, mindenféleképpen úgy készültünk, hogy indulok rajta. Szeretnék hazai pályán egy aranyérmet szerezni Nyíregyházának, és ezért mindent meg is fogok tenni. A szokásos versenytársakkal fogok versenyezni, akikkel egyébként együtt edzettem most Portugáliában és több héten keresztül. Hát nagyon ismerjük egymást, ugye a legnagyobb ellenfelem Venyácsány Bence, akivel a tokiói olimpián is versenyeztem 50 kilométeren. Úgy tudom, hogy ő is jó formában van, szóval egy elég kemény versenyre számítok. Máté a versenyt követően 2 hétre ismét elutazik Portugáliába. Hazatérése után a Békéscsabai 20 kilométeres bajnokságon, majd áprilisban a hagyományos durincai versenyen 35 kilométeren áll rajthoz a nyíregyházi gyalogló.